Köszönöm szépen, sziasztok! Azt hiszem, nem a legjobb címet adtam ennek az előadásnak, vagyis, hogy először volt cím, aztán tartalom, és elég sokat szenvedtem vele, és nagyon dühös voltam éjszaka, amikor próbáltam kategorizálni, meg csoportosítani a gondolataimat. Az Alternatív Alapítvány, Alacsony Küszöbű Szolgálat, ugye milyen szép neve van? Szóval ez az alapítványunk ártalomcsökkentéssel foglalkozó egysége, hívjuk így. 2014. december 1-én kaptuk meg a működési engedélyünket, hogy ezt a szolgáltatást biztosíthassuk. Elsődlegesen Budapesten a 8. kerületben dolgozunk, és az itt felsorolt 4 ellátás típus az a szerződésben vállalt kötelességeink közé tartozik. Hát itt majd az utolsó lesz izgalmas, habár télen a megkereső munka is egészen izgalmas szokott lenni. Azt gondolom, hogy így a kollégáim nevében is mondhatom, hogy a hivatásunkat űzzük, amit nagyon szeretünk, és hiszünk is benne, de hogyha így áttekintjük azokat a dolgokat, amik hatnak a mi működésünkre, akkor nem minősítem magunkat, azt hiszem. Érdemes megemlíteni az NDS, a Nemzeti Drogellenes Stratégia, amelynek a célja 2020-ra, ha jól tudom, a drogmentesség elérése. Ez egy nagyon reális célnak tűnik. Éjszaka olvasgattam ismét, hogy felelevenítsem az emlékeimet, az emmi tiltott szavak szótárát, biztos emlékeztek rá többen, ez egy 13 oldalas kiadvány, bal oldalon feketével ezeket a kifejezéseket lehet használni, jobb oldalon pedig pirossal, hogy mit nem lehet használni, és kiírtam pár izgalmas kifejezést, amit nem lehet használni Magyarországon. Szociális munka, reform, kohézió, szegénység, önkéntes munka, civil, társadalom, betegség, mély szegénység, munkanélküli, és még sorolhatnánk. Szerintem idén egy kicsit bővebb kiadvány született, vagy 2016-ra is biztos készült egy ilyen. A másik, harmadik dolog, ami hat ránk, ez a tűdepó, ugye erről már Orsi is tett említést, tehát a civil szervezeteknek ez egy ilyen kiegészítő forrása, hívjuk így. A nagyobb tűcsere programok pályázhatnak erre, úgyhogy egy szervezet pályázik, és az előző éves forgalmak alapján kapnak eszközöket, konkrétan fecskendőt a szervezetek, viszont a beszámolóban nem lehet használni azt a kifejezést, hogy tű, meg az sem, hogy fecskendő. Tehát szerintem ez is egy szitokszó. A következő, ez a szakpolitikai programja a Nemzeti Drogellenes Stratégiának, mégpedig a 2017-es és 18-as, talán ez az első, amikor ugye írtak szakpolitikai programot. Valamilyen oknál fogva ebbe az ártalomcsökkentés nincsen benne, mert hogy a parlamentben azt hiszem egy koalíció született arra, hogy ez a szolgáltatás ez teljesen fölösleges, gondolom a drogmentességet enélkül is el lehet érni a konszenzusos megállapodás szerint. Hát a következő ránkható tényező, ez a kabos pályázatok témakörét érinti. Mi idén nem tudtuk beadni ezt a pályázatot, ugyanis, hogyha fecskendőre szerettünk volna pályázni, akkor a kerületi KEF-től kellett volna egy szakmai ajánlást kérni. Végülis megnéztem volna, amikor oda megyünk Kocsis Mátéhoz, meg Ferenc Orsolyához, hogy csokkolom, kéne nekünk egy ajánlás, hogy tudjunk tűt cserélni a kerületben. A következő, ami ugye az alapműködésünket jelenti, ez a normatíva, ez is egy szitokszó különben ebben az EMIS kiadványban. Nem tudjuk még mindig, hogy 2017-re mik a tervek. Persze hallottunk már ezt, azt, csak azt hiszem egy kicsit szkeptikus. Nem, valószínűleg ez a realitás, hogy majd hiszem, hogyha látom, hogy ez 2017-re is meg lesz. És ugye nem olyan régi hír volt, az Indexen lehetett csak olvasni róla, hogy azt a bizonyos 15 milliós HIV-AIDS prevenciós pályázatot, amit általában kampányra szoktak adni, adtak mondjuk az elmúlt 8 évben talán egyszer. Ez most az OEC-hez került, nem tudom miért. A munkakörnyezetünk
is izgalmas. Ugye a 8. kerület gettóiban dolgozunk, ott a kliensek nagyon szeretnek minket, mi is szeretjük őket. Azonban volt egy időszak, amikor rendszeresen igazoltatott minket a 8. kerületi kapitányság. Az első igazoltatásnál az volt az indok, hogy névtelen bejelentés érkezett, hogy mi gyerekeknek osztunk drogot, és hogy ők ezért jöttek ki. Akkor a pro bono ügyvédünkkel feljelentést tettünk. Valószínűleg a harmadik igazoltatásra érkezett be a nyomozófőügyészségre ez a feljelentés, mert hogy azóta nem piszkálnak minket. Viszont elmondta a harmadik igazoltatásnál az egyik rendőr, aki jó fej volt, és a nyári záporba a kollégáimat visszaszállította az Aurora utcába, ahol az irodánk van. Szóval azt is elmondta, hogy az a feladatuk, Ferenc Orsolya kiadta UKSZ-ba, hogyha meglátnak minket a kamerákon keresztül, akkor ki kell küldeni egy járőrt, és akkor a járőr kijön, és akkor igazoltat minket. Ezzel párhuzamban mi kikértük a legfőbb ügyész állásfoglalását, amit 2010-ben történt, Pisti, amikor te kértél egy ilyet. Hasonlóakat írt, mondjuk, mindegy. Tehát a Pisti egyszer csinált egy olyat, hogy feljelentette magát, hogy kiderüljön, hogy most akkor tűcserét lehet csinálni Magyarországon, vagy sem. Elég hülye indokokkal, de végül is azt mondták, hogy lehet. Nekünk jogszabályi hivatkozás volt az indok, illetve a legviccesebb ez a drogellenes stratégiának a mondatát is beidézték ebbe az állásfoglalásba. Ami szintén könnyíti a mi munkánkat, az az, hogy ugye van a HIV HCV-tesztelésnek egy ilyen szakmai ajánlása, hogy alacsony küszöbű szolgáltatók is, tehát a gyors tesztekről beszélek, végezhessék ezt a tevékenységet, hogyha a HIV counseling képzésen részt vettek, tisztában vannak a biztonsági óvintézkedésekkel, és mondjuk még hepatitis B oltásuk is van. Ezzel szemben sajnos a jogszabályok nagyjából ellene mennek. Próbáltunk egy ilyen állásfoglalást kérni, hogy tudnánk mi megfelelni a csempézett szobának, hogyha utcai munkába végezzük a tevékenységet. Ettől eltekintettek volna, viszont az egészségügyi személyzetet az biztosítanunk kéne, és sajnos nincs forrásunk egy, nem tudom, altatóorvost fizetni. Most tél van, most éppen azzal küzdünk, hogy a kollégáim, tehát hogy ilyen 2-3 órát utcázunk egy nap, és hogy minél egyenlőbb legyen a hozzáférés, fix helyeken állunk, tólig időpontban, és akkor nagyon fáznak a kollégák, tehát ugye alkoholt azt nem lehet fogyasztani utcázás között, úgyhogy most keressük azt a melegedőt, ahova majd be lehet menni két állomás között. A designer drogokra így nem térnék ki, de hogy annyiban igen, hogy nagyjából fogalmunk sincs, hogy mit használnak a klienseink. Egyik héten ilyen állapotban vannak, a másik héten olyan állapotban, iszonyatosan ronda a vénájuk, és totál el vannak keseredve, és kérdezik, hogy mégis mi ez, mit csináljanak, és fogalmunk sincs róla. És akkor a végső munkakörnyezethez tartozó topik, tehát hogyha egy leltárt nézünk mondjuk az eszközeink tekintetében, akkor nagyjából egy-két hónapig elegendő még az a fecskendő, ami rendelkezésre áll. Most még óvszerünk meg síkosítónk van, mert az Amerika Ház Alapítványtól nyertünk egy ilyen egészségügyi eszköz csomagot, amit szexmunkásoknak adunk ártalomcsökkentő információkkal együtt. És hát amikor így éjszaka ezt így összeszedegettem, akkor többször felmerült bennem, hogy valószínűleg nem vagyunk normálisak, vagy igazából nem tudom, mi van velünk. És amikor ilyen szkeptikus hangulatban vagyok, mint például most, akkor rengeteg kérdés jut eszembe, amit most nem fogok felolvasni, ráadásul megválaszolni sem tudom őket. De hogy jó lenne, hogyha valaki tudna ezekre válaszolni, és szóljátok, ha elolvastatok, mert még írtam egy oldalnyi kérdést, így hirtelen. Lépek tovább, jó? Ki tudja bármelyikre a választ, mondjuk? Tessék? A francba. Föntül egy felhőn és lóbálja a lábát? De holnap jön a Mikulás, lehet, hogy ő tudja. Bocsánat. Jó.
megmutatom a következő kupac kérdésemet is. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyeneken gondolkozni üres óráitokban, és mennyire húzzátok föl magatokat rajta, de mondjuk hallom, hogy itt többen nem aludtak az éjszaka, szerintem nem alvás helyett, ez egy igazán jó ébren tartó, hogyha az ember elkezd ilyen okos kérdéseken gondolkozni, vagy csak összeírogatja magának. De hogy ez a negatív aspektusom nekem is, és akkor van egy pozitív is, bármi meglepő, ez pedig jó, egy kis csökönyösség meg makacság kell hozzá, mert különben nem működik. Arra jöttünk rá, hogy valójában a fundraising és a for-profit szervezeteknél egyre inkább tapasztalható társadalmi felelősségvállalás nagyjából az, amire építhetünk. Kérdés, hogy van-e elég időnk arra, hogy az ehhez kapcsolódó teljesen új gondolkozási módot, teljesen új működést és szemléletet magunkévá tudjuk tenni. Nyáron beadtunk egy pályázatot, ahol szerencsére nyertünk, úgyhogy én most business coachingra járok. Kicsit így recseg az agyam, amikor a házi feladataimat csinálom. Ez az Action Coach nevű szervezet, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, így az egész világon vannak, és hát az elméletüket most nem tudom elmondani, mert még nem teljesen értem, de hogy remélem, hogy sikeres meg eredményes lesz, mert nagyjából nincs más ötletünk. Jó, amíg vannak EU-s pályázatok, addig azokra is lehet pályázni, de valószínűleg a fundraising fogja megoldani a problémát, mert azt gondolom, hogy ettől pénzügyileg is stabil lesz egy civil szervezet, független lesz az állami forrásoktól, sokkal jobban vagy bátrabban merjük kinyitni majd a szánkat, és hogyha összeszedünk jó pár for-profit nagy mamut céget, akkor még társadalmilag is egy ismert szervezet lesz az, aki ezt csinálja, tehát talán nem csinálnak ki minket olyan gyorsan. De ahogy mondtam, lehet, hogy ez a naív és teljesen valami mesevilágban élő verzió. Úgyhogy szerintem ennek az előadásnak a címe ez lehetett volna egy mese címe is, mert a pragmatizmus meg az ártalomcsökkentés kéz a kézben jár, csak azért ebben a környezetben tényleg valószínűleg azt kérdeznék tőle, hogy mit használ már, hogy ez most így nem menő Magyarországon. És a végén én, mint a nagy hívő, köszönöm Tamás. A Tamás átküldött nekem valamelyik héten, lebuktattalak, egy cikket, ahol Ferenc pápa egy kongresszuson volt, ami a droghelyzettel kapcsolatos témát dolgozta föl, és én ezt a kettő kis mondatocskát szedtem ki. Igazából nem tudom, hogy ez szó szerint hangzott el, vagy sem, mert próbáltam rákeresni, de egy katolikus oldalt, meg a kurír, nem tudom, hogy micsodát leszámítva, sehol nem lehetett erről olvasni. Szóval, hogyha a pápa ezt mondja, akkor, és ugye mi egy katolikus ország vagyunk, nem? Papíron, de hát a katolikus értékek, a nő-férfi házassága, a tettere-tettere, tehát, hogy ezek alapján azt gondolom, hogy igen, úgyhogy tök jó lenne, ha a döntéshozóink, Isten áldja nevüket, ő ezt elolvasnák, és esetleg magukévá tudnák tenni. Hát nem voltam fél óra, de köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. Igen, azt szeretném kérdezni, hogy rajtatok kívül milyen szolgáltatások vannak, amiről te tudsz, mert ugye azért azt szokták mondani a Ferenc Orsályék is, hogy van egy csomó minden, most már minden jó, most már mindent megteszünk, és minden szuper. És hogy mi a valóság? Hogy erről mit lehet tudni? Hát nem szeretném bántani a kerületi civil szervezeteket, de hogy így elég nehezen tudunk velük együttműködni, azért próbáljuk feltérképezni a lehetőségeket. Ugye van az Orci Klub, akikről azt tudom, van itt Orci Klubos, mert alkoholbetegekről tudok, meg szexmunkásokkal is dolgoznak. Sajnos nem volt módom elmenni az ártalomcsökkentő szervezetek országos találkozójára, amit ők szerveztek, így nem tudom, hogy mit csinálnak még, de hogy elvileg ők ezzel foglalkoznak, azt nem tudom, hogy milyen rendszeresen, meg milyen metódusban. Ugye ott van a kerületben a Józanbabák Klub, akik anyagos kismamákkal dolgoznak.
Ha jól tudom, ők most szűrést is csinálnak az új helyeszterrel karöltve, ami igen, bocsánat, tehát tök jó, hogy van szűrés elérhető a kliensek számára, de azért az Eszter szakmai hozzáállás és mondjuk az én szakmai hozzáállásom az a két széle nagyjából, úgyhogy nem tudom, hogy ott milyen tanácsadás folyik. Például ki van még a 8-ban? Azon gondolkozom. Ja, bocsánat, a megállósok is ott vannak. Ők elterelést az biztos, hogy csinálnak. Egy időben azt, tehát egy cikkből azt olvastam ki, hogy szexmunkásokkal is dolgoznak. Hát Vöröskereszt, ott a Diószegi végén. De azért nekünk ugye van az előnyünk, hogy mi jó pár éve hiába született újjá 14-ben ez az alapítvány, mint volt kék pontosok. Tehát, hogy ilyen 10 éves múltra tekintünk vissza a kliensekkel, ami egyrészt ugye így a bizalmi kapcsolatot már feltételezi, másrészt meg hát így veregetik a vállunkat, hogy mennyire menők vagyunk, hogy visszamentünk, meg amikor mondjuk a bérelt buszunkat szedték szét a rendőrök, akkor valahogy ilyen 3 másodperc alatt terjedt el a híre a kliensek között, és akkor már úgy jöttek, hogy na, bántottok titeket, minden oké. Szóval, hogy ami nehéz különben, ez a kergetőzés. Tehát ugye nem azért végzünk utcai munkát, mert azt gondoljuk, hogy ez a leghatékonyabb, hanem mert nincs lehetőségünk irodát bérelni. Tehát a konzultációt is padokon oldjuk meg. Van 5 telefonunk, azokat lehet hívni. Én mondjuk szexmunkásokkal konzultáltam már itt-ott a városban, vagy a Mátyás téren kliensekkel, de hogy igazából a befektetett idő és energia, tehát hogy ez így nem feltétlenül jó az árértékarány, azt hiszem ezt így hívják. Tehát, hogy megy a kergetőzés, tehát, hogy tudjuk, hogy mondjuk még foghitelken éldegélnek, és amikor a rendőrök is megtudják, akkor elzavarják őket onnan, és akkor, ha összefutunk egy klienssel, akkor szólnak, hogy most itt vagyunk, és akkor így futkorászunk így körbe-körbe a kerületbe. Ami végül szórakoztató, csak nem biztos, hogy ártam csökkentő, úgyhogy most beadtunk egy ilyen bátor pályázatot, ez is egy cég, a KPMG, valami pénzügyi cég. Mondjuk mielőtt beadtam, akkor olvastam az internetben, hogy a pénzügyi vezetője ő egyetért a jelenlegi pénzügyi intézkedésekkel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nyerünk-e vagy sem. De hogy ebben kértünk egy konténert, hogy tudjunk egyéni eset kezelni. És mondjuk tök menő lenne a rendőrségi konténer mellett lakni. A dílerházzal szembe. Tehát, hogy így. De mindegy, hogy hol, az a lényeg, hogy így leírtam, hogy így a gettós részen, tehát a Magdolna negyedbe szeretnénk konténert, esetleg egy irodát. Aztán majd kiderül, hogy kapunk-e vagy sem. Csak Virág, azt szeretném kérdezni, hogy mit láttok ti a 8. kerületben? Tehát a korábban több száz intravénás használó, aki járt be a kék ponthoz, hogy ti mennyi, hány, vagy hogy éritek el őket, illetve akiket elértek, vagy tehát hogy mi történik ott ezzel a sok emberrel? Mert hogy onnan ki nem jönnek, a meglévő egy-két működő tücse programban nem jelentek meg ilyen számmal, hogy mit láttok, mi van ott? Egy részük szerintem a Hős utcában van, tehát hogy a Hős utca az új dzsumbúj. Többen próbálkoznak azzal, hogy áttérnek a műfűre, amiről azt gondolják, hogy ez hű de jó, egészen addig, amíg meg nem próbálnak lejönni róla. De hogy igazából X, nem tudom, Rami, te tudod? Bocs. Tehát, hogy így tényleg a szájhagyomány útján terjed, hogy mikor, hol vagyunk, ezért vannak ilyen nagyon fix időpontok, nagyon fix helyszínek, hogy ne a véletlen nem újjon, hogy összefutunk valakivel, vagy sem, de hogy fogalmunk sincs. Csak azért kérdezem, mert itt tehát láttuk az Orsinak a kis előadásában is, hogy egész nagy számok estek vissza, tehát elérések, klienszámok, és én szerintem, tehát legalábbis nekünk nincs válaszunk arra, hogy hova tűnt ez a töménytelen mennyiségű ember, hova tűnt ez az egész jelenség. Nálunk nem jelentek meg, én úgy tudom, hogy más budapesti helyeken sem jelentek meg ilyen számmal főleg, sőt, mondhatom, nálunk is csökkent
a tücsérébe a forgalom. Tehát, hogy én ezt a kérdést még oda tenném azért, tehát ezek az ilyen megválaszolhatatlan kérdések közé, de igazából, tehát hogy azok a kérdések közé tenném, amire lehet, hogy érdemes lenne energiát fektetni, megtudni, hogy mi, valójában mi is történt, mert az egyéb kategóriába betehetnénk ezt is, mint ahogy a nem ismert szerek használóit egyébnek hívjuk. Hát ez is egy egyéb, csak lehet, hogy nem tudom. Oké, de ezen túl azért mégis, tehát hogy azért ettől lehet, hogy érdemes. Ebből most ilyen 20 klienssel találkozunk nálunk, ilyen nagyon hullámzó a klienszám például. Ugye mi 4 nap vagyunk kint az utcán, jó, papíron 5, mert ennyit vállaltunk ebbe. De ebből a hétfő a szexmunkás utca, tehát az este van, olyankor például tűcserét nem is csinálunk, meg próbálunk így a fiúkkal minél kevesebbet kommunikálni, és akkor kedszerd a csütörtökön. Van olyan, hogy 2, van olyan, hogy 30. Tehát, hogy az sem 150, és fogalmam sincs, hogy hol lehetnek. De mondjuk egy gyors kérdőves kutatás szerintem, tehát 3 kérdés, ezt tök gyorsan meg lehet csinálni. Mert valószínűleg egymásról meg tudják. Meg az, igen, börtön, vidék, nem tudom, de hogy nem tud így szétszóródni. Nem tudom. Múlt heti konferencián volt arról szó, hogy sürgősségi ellátásban is vannak ilyen változott trendek, hogy kevesebb stimulás, több szintetikus kannabinoid, és ezt máshonnan is hallottam, hogy sokan, akik intravénások, többet szívnak szintetikus kannabinoidokat, meg ragasztózás is jobban mostanában megy, hogy ezt alá tudod támasztani, hogy van egy ilyen, hogy kevesebb injektálás, több szívás. Igen, és büszkék is rá, tehát és akkor, amikor mondjuk én elkezdek erről beszélgetni, hogy a szintetikus, meg a kémiai, tehát hogy az ugye ugyanaz, szerintük ez 2 külön dolog, és az egyik méreg, a másik nem. Szóval, hogy ilyen mert akkor persze tök jó, hogy nem szúrsz, de hogy elkezdjük mondani, hogy azért mire figyeljen meg, hogy valójában ennek semmi köze a természetes anyagú dolgokhoz, bármennyire is úgy néz ki, és ezt nagyjából akkor hiszik el, amikor tényleg próbálnak lejönni, és azt mondják, hogy ez rosszabb, mint a heroin. Tehát, hogy így az elvonási tünete, az keményebb, mint amikor ópiátoztam, az nem volt ennyire gáz. De igen, ez megfigyelhető. Aztán ideig, óráig, és akkor így megy az ugrálgatás ebben az egészben valójában. Meg hát ugye attól is függ, hogy éppen valami nagy dílert bevittek a kerületből, vagy sem. Tehát, hogy van-e éppen kínálatcsökkenés. Ami megint nem tart sokáig, csak valahogy így szeretnek ilyen megszokott dílerekhez járni, mert hogy mondjuk azt mondják, hogy bezzeg ő elmondta, hogy mire figyeljünk, vagy hogy nem azt, hogy mi ez, hanem hogy milyen hatása lehet, és hogyha új ember jön be, akkor van egy ilyen bizalmatlanság. Aztán a szükség ezt is legyőzi sajnos.